Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon. A Perfect Day című sorozatunk következő 12. epizódjához érkeztünk el. Előző adásunkban elhagytuk a szigetet, mivel úgy alakult, hogy mindent kikutattunk, amit ott addig lehetett, és megismertünk macskuszokat is, meg ilyesmi, úgyhogy most megyünk vissza, és mindjárt megtudjuk, hogy mi történik. Viszont a helyzet az, hogy a hajós kapitány, tehát a Révnek a kapitányának a fia, az valami érdekességet mond, vagy valamit észrevett rajtunk, ami nem biztos, hogy jó jel, ezt kéne megtudnunk, hogy mi az. Oké, fiam, bízd rám ezt a dolgot. És hirtelen már csak én és Bob maradtunk ott. Ha nem személyes a dolog. De meg kell, hogy ensüled. Meg kell bizonyosodnom, hogy a dolgok. Mindegy, valami ilyes. Ajaj! Aztán láttam egy fegyvernek tűnő valamit a kezében. Uha! És lelőtt. És kész az első fejezet. Teljesítettünk mindent. Egy endinget megtaláltunk. Hát ugye meg Murphyvel sikerült a kapcsolatot össze raknunk, de hát sajnos az a helyzet, hogy ez máshogy nem alakult. Még belekezdünk a másodikba, ugye azt mondtam, hogy a hal előtt engem. Á, értem, mind a hat tudol. Ó-ho-ho-ho-ho. Lelőttek engem. Hát akkor innen. Akkor én azt mondom, hogy itt fejezzük be. Vagy pedig próbálkozunk meg még valakivel. Még maradnék egy csajszínál. Nem. Bocsi, Bogi. Most van itt a fejemben valaki, aki az a baj, hogy beazonosíthatja magát, ha néz bennünket, nagyon kicsi eséllyel gondolom ezt, és az is kérdés lehet, hogy miként ismerhetem őt. Bevállalom. Legyen a karakteri neve Emke. A második fejezetet Emkével fogjuk megkezdeni. Ugyanaz a kezdő történet, amit nem vagyok hajlandó még egyszer. Igen, ugyanaz, tehát lelőtték az előző emberkénket, és de ez nagyon érdekes. Igen. Tehát ő is egy óriási lehetőségként gondol erre a dologra. Ezeket most átugrom, mert ugyanaz a sztori, azt hiszem.
Igen, megint ellenőrzik, hogy a jó emberke kerül rá. Hát ezt elfogadjuk. Így. Ugye a biztonsági őr, és visz bennünket végig a szigeten. Ezt azért nem olvasom szó szerint, mert ugye az első epizódban ezt láthattátok. Megérkeztünk az alabázis kempbe. Megálltunk a legnagyobb sátornál, be is mentünk, ez lesz az én lakosztályom, de viszont megérkezett a professzor. Hát, most legyünk úgy, hogy rendben vagyunk. Ugye megkérdezte, hogy hogy érezzük magunkat, megint elmondja, nagyon fontos, hogy tartsuk magunkat minél, tehát ne száradjunk ki. Na, megint csak úgy lesz, hogy igen, ezek ismerősek, hogy majd holnap kezdünk el dolgozni. Most pihenjél, de a legfontosabb alapvető tudnivalókat megmutatom neked. Ez a te alapcsomagod, néhány dolgok vannak benne. És ez a katalógod, úgy néz ki, mint egy mobiltelefon, megint megkérdezik a katalógot. Igen. Ezen keresztül tudjuk a macskáknak a... Igen, igen. Ez egy nagyon-nagyon értékes dolog, tehát nem szabad elveszteni. És akkor a további nap hátralévő további részét pedig azzal töltöttek el, vagy a macskákat figyeltük. Na! Viszont ugye korábbi... megtaláltuk a korábbi emberkémnek a naplóját. Jó, hát megtaláltuk a naplóját az előző karakterünknek, annyi. Elvitték a naplót. Egy macska. Elvitte a naplót. Követtük őt az erdőbe. Beleestem az a hasonló csapdába, megőrülhettem. Minden sötétbe is leestem a földre. Igen. Megint találkozunk egy macskával. Összeestem. Itt van 4 macska, 5 macska. Hát ez a történet is ugyanaz, gyerekek. Tehát olyan, mintha előről kezdtük volna a játékot. Lehet, hogy itt az lesz a...
Lehet, hogy itt az lesz a dolog, hogy a hat karaktert úgy végig kell játszani, és az alapján... Arra vagyok már csak kíváncsi, hogyha itt most végighaladjunk ebben a történetben, ugyanaz megmutatkozik, mint a hat macskusz. Kicsit hasonlóan viselkedek ezzel. Segítünk nekik. Elkezdett bippelni. Jelzett a katalóg. Még kaptunk egy információt. Ajaj. És átérzajokért. Egyelőre ugyanaz a dolog egyébként. Igen, annyi, hogy az antidótot megtartotta. És akkor nézzük, hogy ugyanúgy kezdjük-e a dolgokat. Hát annyi különbséggel, hogy most ugye Fluffy Bát, illetve Snooty Booty van most kinyitva nekünk. Jó. Én azt gondolom, hogy most próbáljuk meg azt, hogy igen, egy új, gyakorlatilag ugyanúgy kezdjük el, annyi különbsége, hogy az antidót az ugye megemelte magát, illetve nem nulláról kezdődik az ellenszer. Jó. Romancoljunk. És az a baj, nem emlékszem, hogy kit választottam első körben. És próbáljuk meg Snooty Bootyt. Splayed már is, az egy nagy kérdésem. Splayed, nem Spayed. Ivartalanított. Szétszórtnak érzem magamat, mint egy csillaghal a strandon, az én fürdőruhámon. Nagyon komoly, nagyon forró nap, és nehezen tudok koncentrálni a munkámra, tehát itt vagyok. Az én lábaimat és a... Tehát az én lábamat, lábaimat hideg víz mossa, és továbbra is a homokon fekszem. Hallottam egy nagyon hangos, hosszú nyávogást, és felültem, hogy megnézem, merről érkezik. Snooty Booty érkezik a pálmafa mögül. És tényleg úgy néz ki ez a macskusz, akit még, amilyen macskát még életemben nem láttam. Megyünk oda, hát ha kell valami segítség neki. Minden rendben van, Snooty Booty. Kiad egy újabb hosszú nyávogást.
Legyünk barátságosak veled, ember. Nem, én nem vagyok jól. Nem tudom, kifejteni. Igen, kifejteni. Nem tudom kifejteni, hogy... ezt a kényes, finom... finom bőr... Ja igen, nem tudom kifejteni, hogy ezt a kényes, gyengét bőrömet a napocska... mit tud vele, mit csinál vele. De valamit tudnod kell... retrieve. Valamit vissza kell szereznem a minél előbb a strandról. Predicament. Mindjárt megnézzük, hogy mi az. Ez a bizonyos, ez a helyzet. Szorult helyzet. Segítsek neked? Lennél olyan kedves? Nagyon megköszönném ezt a dolgot. Természetesen ez nem probléma. Miért nem? Hát megkockáztatjuk ezt a gyönyörű bőrünket. Mondjuk úgy. Snooty Booty... örömmel fogadja ezt a dolgot. Valóban nem. Oké. It's kind of age. Most közben azon gondolkodom itt a háttérben, hogy lehet, hogy azt kell csinálnunk, hogy az összes macskát meg kell ismernünk, romantizálnunk vele annak érdekében, hogy meglegyen az ellenszer. Lehet, hogy ez lesz a feladatunk, és akkor ugye feláldozzuk az összes karakterünket egy utolsó karakterért, aki viszont célba fog tudni érni, mert ugye addigra meg lesz az ellenszer. Bár lehet, hogy vissza fogja a többieket is támasztani. Hát nem hiszem, hogy lesz ilyen dolog. Bíz bennem, ismerem a dolgot. Stresszes vagy? Az engem nagyon szörnyen meg... meglep. Elszomorít. Komolyan? Ez édes tőled. Persze. Versőz. Értékes. Te tényleg egy értékes dolog vagy. Nagyon kedves, drága vagy, talán ezt így érdemes gondolni. Remélem, hogy jó, tehát tényleg egy nagyon kellemes időtöltésed lesz itt. Ne aggódj miattam, Snooty Booty, rendben vagyok. Mi az, amit szeretnél tudni, vagy mi az, amit tehetek, érted? Mielőtt én elmondom neked, meg kell kérdeznem a... meg kell kérnem téged, hogy ne tájékoztasd a többieket a
erről a érdekes dologról. Ez nagyon kedves nekem, mint látod, és ez az egyik a kevés luxus dolognak, ami nekem megvan. Persze, ez nem probléma. Diszkrét tudok lenni, hogyha szükség van rá. I hope so. Tehát reménykedem, ember. Van itt egy fa, ami minden egyes évben termeszt kókuszokat. Gyönyörű. A kókuszok mindig olyan édesek és krémesek. Úgy néz ki Snooty Booty, mintha ő elveszett volna egy gyönyörű álomban. Ez érdekesnek hangzik. Imádok inni kókusztejet, amennyire csak lehetséges, mert hogy az a bőrnek jót tesz. Civilized Denizens. A Denizens-t inkább nézzük meg. A civilizált lakosok, benszülöttek a szigetek, a szigeten megütögetik a kokonátot, vagy tartják fönt a kókuszokat, mielőtt még teljesen megtermelődnek. Értem. Szerencsére senki sem fedezte föl ezt a gyönyörű szép fát még. Oké. Ja igen, megpróbálok keresni neki némi kókuszt. Visszatérek. Meg nagyon-nagyon megköszönöm, ember. Jó sokat sétálok. És még mindig nem vagyok benne biztos, hogy ez a megfelelő fa, amely számomra jó. Igen. Igen, megpróbálok megszerezni minél többet, amennyi a kezemben elfér, és megyek vissza az ő felségéhez. Az alatt, amíg én megyek vissza a Snooty Bootyhoz, összeessem. Az erőfeszítésekben. Nem gondoltam arra, hogy ilyen sokat sétálok a napon. Térdemre estem. Előtte. Zihálva előtte. Itt van Boots. Tehát összeszedtem neki jó sokat, cserébe viszont az egészségem romlott. Aha, értem. Ugye ez a Disapprove az rosszallóan... Tehát aggódik miattam.
de nekem csak egyetlen egy kókusz volt szükséges ember. Ó! Ez nekem már nagyon sok. Akkor bocsánatot kérek, hölgyem. Lander. Ugye nem kifosztottad a fát? Nem. Volt egy pára a földön. Ez egy jó kis... Legalább nem Hack Them Down. Ja, A-val. Ja, nem törtem fel őket. Á, mivel? Nos, a kezeid sokkal nagyobbak és bőrösebbek, hogy így fogalmazzam. Snooty Booty, nem erre használom a kezemet, hogy... Erdőt írtsak? Igen, nem erdőírtásra használom. Biztos vagyok benne, hogy a legjobb adat hoztad, viszont tényleg nem tudom, hogy mit csináljak ennyi kókusszal. Örülsz neki biztosan. Fel fogod használni őket, biztosan gondolom. Lenéztem a kókusz micsodákra. Zsákmányolja őket, tehát ő az első olyan, nincs olyan, tehát lenéztem a kókusz darabokra, és strike, inkább megnézem, és akkor összerakom. És lecsapott rám hirtelen először, milyen őrületes az, hogy nem volt élőlény a szigeten, aki összeszedje neki. Mit gondolsz, mi ez Snoots, ami visszatartja az életet a szigetről, a vadéletet erről a szigetről? Nem hallottál a magnetic barrierről, a mágneses övről, védővről? Mágnes övről. Azt hittem, hogy te egy tudós vagy. Az erős mezőre gondol, amely védi a szigetet. Erre jöttem rá most. Legyél olyan kedves és törj fel nekem egyet, légy szíves. Ezzel a csodálatos kezemmel? Megpróbálhatnád. Óvatosan... Igen. Másodkézből visszatérek mindjárt egy nyitóval. Na, minek hívják? Screwdriver. Csavarhúzóval. Igen.
Lorenzóval. Ez egy hosszabbított adás lesz. Egy mivel? Aggódónak, megrémültnek tűnik Snooty Booty. Ez egy fémes eszköz, amelyel amelyel furatokat tudunk tudunk fúrni különböző dolgokba. Mi a földre van neked szükséged ilyenre? Hát így tudok csinálni egy lyukat, hogy kijöjjön belőle a tej. Hogyan máshogy tudnám ezt megcsinálni? Nézd körbe! Nézd meg a természetű természetnek a... Tele van a természet, nagy lelkű a természet. Tehát a természet adományait. Tehát, igen, mit szólsz ehhez? Snooty a sántított lábára gondolt, amely egy kőszikla mellett található. Snoot, hogyan tudod te kiszedni a tejet a kókuszból, hogyha nincs itt egy ember? Kniblesz, exuberantus, meg kell nézni. A dús. A dús kniblus egyszerűen szeret törni dolgokat. Nem tudtad ezt? Ez az egyik olyan dolog, amelyel tisztelem őt. Ez az egyik olyan dolog, amiért tisztelem őt. Sokkal jobb, mint a... távolőr is jobb, mint a te Scrub Dribblers, nem gondolod? Ja, értem! Felemelem a rokkot, a követ. És ráütöm. Adjunk egy kis esélyt. Pálma levélbe, és elkezdem ütögetni. És könnyedén kinyílik, és bizony a levélre megy a tejecske. Itt van, ne látod, hogy mennyire kényezted a természet, ember? Yep. Igen, nincs mit. Igen, bocsánat, még egyszer, nincs mit. Nagyon jó. Bekeni a nyakát, és utána a felső testét ezzel a levéllel. És utána megint egy kicsit mereszti a két nagy szemét felém. Ha hirtelen realizáltam, mi kell neki. Próbáljuk meg letni ebbe. Az a baj, nincs sehol megszakítható lehetőség, most azt érzékelem. Na és megint most kell a fordító.
Mert most lehet, hogy most fordítás hiánya miatt nem kihagytunk itt most egy fontos részt, mert nem tudjuk, hogy mi történt most a macskusszal. Nem tud magán segíteni, azt már látom. Struggle. Küzdelem. Harc. Beleestem a küzdelmébe egy pillanatra, vagy mielőtt én úgy kezdtem érezni magamat, mint egy gyerek, akinek a szárnyait elvették. Na basszus, mi az a libation? Boráldozat. Off my reach. Okay. Ez biztos új rész, tehát nem belekezdtük, azt már érzékelem. Tudok valahogyan segíteni neked? Talán egy kicsit közelebb? Deliberi ott tűz. Tompa. Szándékosan tompa. Értem. Szándékosan tompa vagy hozzám? Mi? Megfontolt? Nagyon-nagyon nagy örömmel segítek neked, de úgy látom, hogy nehezebbé válik a dolog. Hogyan? Nem tudom megérteni. Nem értem. Tökéletesen elmondtam a leírásom alapján. Mint látod, egy spell alatt vagyok. Varázslat alatt vagyok. Varázslat alatt vagyok. Ez egy nagyon erős, amely feljogosít engem, hogy kövessem a leírásokat, vagy a... Igen, amíg valamelyik mágikus szó mentesíti. Még ezt elolvasom. Would you care to enlighten me? Felvilágosítanál engem ezzel kapcsolatban? Felvilágosítalak benneteket, kedves nézők, de inkább lezárom, mert most már olyan hosszú az adás, hogy már nem fér bele más. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!